Tisztelettel köszöntöm nézőinket. Augusztus 13-án önök a Dudafölvár televízió műsorát látják. Földvár Mozaik című műsorunkban ezen a héten a következő témákkal foglalkozunk. Dunaföldvár testvérvárosainak tábora Székely testvérvárossal gyarapodik. Annyit kell tudni Borszékről, hogy ez a monarchia és a két világháború között, illetve már az új időkben is, tehát a romániai időkben is, ez egy gyógyulni vágyóknak a városa volt. És főleg reumatológiai betegségekkel küzdők látogatták ezt és utalták be őket ide Borszékre. Tulajdonképpen innen is indult a gondolat, és hogy testvérvárosi kapcsolatokat építsünk ki, hisz nálunk is itt van egy kis gyógyfürdőnk, foglalkozunk gyógyászattal, ő náluk meg nem kicsit van jelen ez a gyógyfürdő, illetve a hagyományaikban a gyógyászat, és azt gondoltam, hogy ez már egy olyan közös alap, amelyet ki lehet használni arra, hogy testvérvárosi kapcsolatokat építsünk. Vízi polgárőrség alakult Dunaföldváron. Ugye a megyei rendőrség kapitánysággal együttműködési megállapodásunk van, és itt a Paksi kapitánysággal párhuzamosan az ORFK kapitánysághoz tartozó vízirendészet van. Magyarul nem a Tolna megye rendőrfőkapitányság égisze alatt, hanem az országos rendőrfőkapitányság égisze alatt van, és így egy külön műfaj, egy külön együttműködési megállapodás, de a megyében még ilyen nem volt, és azt gondolom, miután itt a Duna mellettünk, azt hiszem példaértékű fog lenni, ha egy jól működő polgárőr egyesületet, vízieket meg tudjuk csinálni, akkor Tolna, Bölcske, Fad, egészen a megye határig, Bátaszékig példaértéke lehet, és egy kicsit talán ebbe is a polgárőrség még többet tud segíteni. Buszlopást akadályozott meg a Dunaföldvári rendőrség. Érdekessége a történetnek az, hogy itt a állapotban próbálták elvinni a buszt, és magyarázatul azzal szolgáltak, hogy fesztiválozni mentek volna, kirándulni magával a busszal. Most a gyors rendőri intézkedésnek, hál' Istennek az lett az eredménye, hogy beismerő vallomás lett, és jelenleg is befejeződési szakban van, és az ügyészség bíróság fog ítélkezni. Másfél éves volt a legfiatalabb résztvevője a vízicsibe tábornak. Magában a táborban 28 gyermek és 23 kísérő felnőtt szülő vagy ide látogató régi tag vett részt. Nagyon örülünk annak, hogy olyan felnőttek is ellátogattak hozzánk, akik gyerekként itt velünk együtt táboroztak és nőttek fel. Visszajáró vendégként köszöntetjük őket. Kevésbé köztudott, hogy a magyar versenyhorgászok nemzetközi szinten, világbajnokságokon is hagyományosan jól szerepelnek. Hát a magyar horgászverseny sport a nemzetközi szinten is elismert, ugye az angolokkal, franciákkal, belgákkal anyagilag nem tudjuk ugyan fölvenni a versenyt, de szakértelemben, hozzáállásban és a lelkesedésben felérünk ezek mellé, az európai csapatok mellé, és szinte éves szinten hódítanak el a magyar különböző csapatok világbajnokságokat. Egyéniben és csapatban is volt könnyűszerelékes, finomszerelékes világbajnok az elmúlt években. Rendszeresen dobogón végeznek a csapatok. A klubcsapat VB-n az idei évben második lett a magyar csapat, tehát azt gondolom, hogy Európa és a világ élén vagyunk. A tervek szerint Dunaföldvár Székely településsel létesít testvérvárosi kapcsolatot. A Dunaföldvári köztudatban két testvérváros jól él, a német és az olasz, készülőben van egy harmadik, egy székely. Borszékről van szó. Horváth Zsoltra beszélgetek, Dunaföldvár polgármesterével, aki nemrégiben tért vissza Székelyföldről. Borszék, kérem mutassa be ezt a települést. Hát Borszék tőlünk 650 kilométerre van közúton. Ez egy nagyon szép, egy völgyben helyezkedik el, ez egy nagyon szép kis székelyföldi város, immár 60 éve. Közel 3000 fős lakossal rendelkezik, 80%-ában ez a település ez magyar lakta, 20%-ban vannak román anyanyelvű, illetve elvétve más nemzetiséghez tartozók ebben a városban. Egy nagyon szép és csendes és nyugodt város, ez a Borszék, amely már éppen kiérkezésünkkor 60 éves városavatását is ünnepelte. Annyit kell tudni Borszékről, hogy ez a monarchia és a két világháború között, illetve már az új időkben is, tehát a romániai időkben is, ez egy
gyógyulni vágyóknak a városa volt, és főleg reumatológiai betegségekkel küzdők látogatták ezt, és utalták be őket ide Borszékre. Tulajdonképpen innen is indult a gondolat, és hogy testvérvárosi kapcsolatokat építsünk ki, hisz nálunk is itt van egy kis gyógyfürdőnk, foglalkozunk gyógyászattal, ő náluk meg nem kicsit van jelen ez a gyógyfürdő, illetve a hagyományaikban a gyógyászat, és azt gondoltam, hogy ez már egy olyan közös alap, amelyet ki lehet használni arra, hogy testvérvárosi kapcsolatokat építsünk. És nem csak ez, hanem én azt gondolom, hogy az összetartozásunkat is szeretnénk ezzel kifejezni, azzal, hogy tartozunk egy nemzethez, tartozunk Borszék és Dunaföldvár is, és ez egy olyan alkalom, amely ez azt gondolom, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat, ez mind-mind ezt szimbolizálnák, és lehetőségek vannak abba, hogy ezt a testvérvárosi kapcsolatot kihasználjuk. Én azt gondolom, hogy ezek az előremutató dolgok, amelyeket meg lehet nézni, és hasonlóságok vannak a kisvárosiasságban, a lehetőségeiben a két városnak, ezek megfelelő alapot fognak arra teremteni, hogy ezt a kapcsolatokat elmélyítsük, és elindítsuk az idei évvel. A hasonlóságok közös alapot teremtenek arra, hogy testvérvárosi kapcsolat létrejöjjön, az apropót mégis miatta, miért pont most? Az apropó az úgy jött ebben a dologban, hogy igazából kora tavasszal ismerkedtem meg a borszéki polgármester kollégával, egy olyan apropóból, hogy egy magyar vállalkozó, egy dunaföldvári magyar vállalkozó, és itt gondolom nem fogja lekapni a fejemet, hogyha elmondom a nevét, Szávolovics Lajos úr, aki immár bő 25 éve jár erre a területre, és ő tulajdonképpen baráti kapcsolatot ápol a polgármester úrral, és ő rajta keresztül ismerkedtünk meg, illetve hála jó Istennek nagyon, de nagyon sok dunaföldvári polgár már járt kint Borszéken, és nyaralt, és ismeri az ottani embereket, illetve már vannak kint baráti kapcsolatok. Na, innen indult ez az egész dolog, tulajdonképpen egy személyes ismerkedés, egy úgymond felépített kapcsolat megismerkedés után, és akkor tulajdonképpen most jutottunk el oda, hogy ott volt egy borszéki napok, és mondta a kedves kollega, hogy látogassak ki, nézzük meg, beszéljük meg a dolgokat. Itthon én megbeszéltem kollégákkal, ugye a képviselőtestületben, hogy mit szólnának hozzá, hogy ilyet elindítanánk. Természetesen örültek neki, és támogatták ebbéni dolgainkat. Sajnos ugye hívtak egy kisebb küldöttséget. Ugye pont a nyár közepén vagyunk, azért nehéz ezt most összehozni, mindenkinek azért vannak elfoglaltságai, de én úgy gondolom, hogy egy jó utat futottunk be. A kereteit ennek most kint ebbe a háromnapos ünnepség sorozatban, mely kint van, ebbe meg tudtuk beszélni, és tudtunk egy másfél órás hivatalos tárgyalást is folytatni a polgármesteri hivatalba, azon kívül, hogy ezeken a rendezvényeken részt vettem, és a meghívásoknak eleget tettem. Egy ilyen hivatalos kapcsolatok, mik az adminisztrációs lépései, mivel kezdődik? Ugye felvettük a kapcsolatot, a személyes kapcsolatokat, ezt ugye egy keretbe kell foglalni, mindkét testület részéről, a borszéki és a dunaföldvári testület részéről is kell hozni erről egy határozatot, hogy igen, elhatározzuk azt, hogy mi testvérvárosi kapcsolatot fogunk létesíteni. Ezt most az elkövetkezendő szeptember 10-ai ülésen ezt a határozatunkat meg fogjuk hozni. Utána pedig lenne ugye kell egy keretszerződést kötnünk a két várossal. Ennek a tervezetét már elkészítettük, át fogom küldeni a kollégának, mondta, hogy ő is készít hozzá egy kiegészítőt. Ezt elkészítjük magyar és román nyelven, ezt a testvérvárosi kapcsolatokat megpecsételő szerződést, utána, amint ezek készen vannak, ezt befoglaljuk egy keretbe, és nem lesz már semmi akadály, akkor pedig lenne a két polgármester a testületi felhatalmazások alapján ezeket alá fogja írni. Természetesen ide azért majd szeretnénk hívni illusztris vendégeket erre a dologról, a romániai magyar nagykövetségről is külkapcsolatokért felelős titkárt szeretnénk ide hívni, hogy legyen jelen. Itt pedig lenn arra gondoltunk, hogy a megyei közgyűlésnek az elnökét Puskás urat, illetve
akár Tóth Ferenc urat, mint kormány megbízottat, azt szeretnénk majd itt látni, azért, hogy ők pedig lenne ezt a dokumentumot ellenjegyezzék és hitelesítsék a két városnak. Úgy számoljuk, hogy körülbelül ezek a procedúrák, mire mindkét helyen végigmennek, nálunk az október 23-ai ünnepélyek keretén belül szeretnénk megtenni ezt az aláírást egy ünnepélyes testületi ülés keretében, mégpedig len kint Borszéken a testvérvárosban, pedig len az előzetes tárgyalások azt mutatják, hogy november 9-én tudnánk ezt ott egy ünnepség keretében megtenni, és akkor ratifikálnánk ezt a testvérvárosi kapcsolatokat, és onnantól kezdve nincs más hátra, mint hogy ezeket a kapcsolati rendszert ugyanúgy megtöltsük egy kis pezsgéssel, mozgással a civil szervezeteink, az egyének, illetve a magánszemélyek, családokon keresztül, amelyek majd mozgatják igazából a testvérvárosi kapcsolatot. Egy ilyen keretszerződés fogalmazásakor tartalmi elemeket kell beemelni. Volt-e már a képviselők között, vagy akár más hivatalos földvári emberek között szó arról, hogy mi lenne a lényege ennek a testvérvárosi kapcsolatnak? Egyáltalán a másik kettőnek a tapasztalata segít-e ilyenkor ennek megfogalmazásában? Természetesen ezek már ugye azért kijárt utak, és ezeket tudjuk. Az élet minden területe, amelyet meg kell, hogy szólítódjon, ugye a sport, a kultúra, az ipar, a kereskedelem, és azok a részek igazából, amelyek mindkét fél részéről a befektetőket hozhatnák. Én látom, hogy kint, jelen pillanatban ez egy nagyon dinamikusan fejlődő város, amely újra szeretné indítani a turisztikáját. Én azt gondolom, hogy itt most Dunaföldváron vannak olyan befektetők, és vannak olyan csoportok, befektetői csoportok, akik, és tapasztalattal rendelkező csoportok, akik ebben a befektetői környezetben azt fogják gondolni, hogy érdemes befektetni. Ki fogunk velük menni, és meg fogjuk mutatni azt, hogy hogyan lehetne a magyarországi befektetéseiket is kivinni, úgy tehát, hogy megmaradnak és a kapcsolatok révén a turisztikán keresztül eljussunk az ottani emberekhez, illetve ezek az emberek meg eljussanak hozzánk. Hisz ebben a keretben ugye a kultúrát is meg kell egymás iránt tapasztalnunk, meg kell egymást ismernünk, akárhogy kultúrájában, módszereiben, lehetőségeiben, és mindazok által, amelyek teljessé tesznek egy ilyen testvérvárosi kapcsolatot. A Dunaföldvári polgárőrségen belül megalakult a vízi polgárőr tagozat. A Paksi vízirendőrség, a Dunaföldvári polgárőrség, a megyei polgárőrség támogatásával megegyezésre jutott. Miben? A megyében először Dunaföldváron szeretnénk létrehozni a polgárőrségen belül egy vízi csoportot. Itt nagyon szerencsés helyzetben van Dunaföldvár. Ugye van egy csodaszép Dunapartunk, és egy jakklubban egy vízi jártasági papírokkal rendelkező jó kis társaság van, akik jelezték, hogy nagyon szívesen segítenék a polgárőrség munkáját. Polgárőrként a Duna folyamán Dunai várostól egészen Paksig szívesen segítik úgy a rendőrség, illetve a közbiztonság munkáját. Természetesen a Hősök terét, illetve Dunapartot is fokozottan tudjuk segíteni a védelmet. Ha fölmerül egy ilyen a polgárőrség embereinek a fejében, akkor valamilyen kiváltóka nyilván van. Fölmerül valamilyen bűnözés vagy bűnmegelőzési probléma? Nem, elsődlegesen nem csak az, hogy bűnmegelőzési probléma, hanem itt van a nyár, tombol a nyár, nagyon sok gyerek van lent, lehet, hogy tilos, nem tudom, tehát annyira ott nem voltam lenne, hogy ki van táblázva, de én is voltam gyerek, én is tudom, hogy általában, amit nem szabad, azt azért az ember megpróbálja. Tehát csak lemennek fürdeni, adott esetben egyedül, vagy baráti társaságban. Nem baj, ha van figyelőszem, aki adott esetben nem szólhat érdekbe, megy a vízbe, de azért mikor mélyebbre, de ne adja az Isten, utána is tud menni segíteni esetlegesen folyami problémáknál. Természetesen csónakos problémák is lehetnek, tehát a vízen közlekedő hajók vagy bárminek lehet problémája, de még egyszer mondom, itt a vízirendőrség munkáját, illetve a Hősök terének, illetve Dunapartnak a plusz polgárőrvédelmét szeretnénk megcsinálni.
Ez egy megegyezés adminisztratív formát is jelentett, gondolom egy szerződés van mögött, amely feladatokat határoz meg. Miről van itt pontosan szó? Igen, tulajdonképpen először mi is csak néztünk, mert azt gondoltuk, mi naívak, hogy ugye a megyei rendőrfőkapitánysággal együttműködési megállapodásunk van, és itt a Paksi kapitánysággal párhuzamosan az ORFK kapitánysághoz tartozó vízirendészet van. Magyarul nem a Tolna megye rendőrfőkapitányság égisze alatt, hanem az országos rendőrfőkapitányság égisze alatt van, és így egy külön műfaj, egy külön együttműködési megállapodás, de a megyében még ilyen nem volt, és azt gondolom, miután itt a Duna mellettünk, azt hiszem példaértékű fog lenni, ha egy jól működő polgári egyesületet, vízieket meg tudjuk csinálni, akkor Tolna, Bölcske, Fad, egészen a megye határig, Bátaszékig példaértékű lehet, és egy kicsit talán ebbe is a polgárőrség még többet tud segíteni. Van rendőrségi motorcsónak, lesz polgárőrcsónak is? Igen, igen. Hozzáteszem, én úgy derékig szeretek a vízbe bevenni, olyan nagyon nem tudok úszni, de itt a fiúk, akik lent vannak a klubba, ők mondták, hogy van egy jó adottságú csónaktest, hajótest, és hozzá egy motor, próbálok emlékezni rá, és szerintük egy jutányos ár, ami 250 ezer forintnál kezdődik, annyira a polgárőrség megvásárolhatja. Én azt gondolom, hogy ha áldozunk, akkor egy normálisan felújított, vagy egy jó állapotban lévő komplett motoros csónakot kellene szereznünk, illetve venni, ami a polgárőrség tulajdona. Soha ne kelljen használni élesbe, de nem baj, ha kint van a vízen. És ez felirattal is fog rendelkezni? Természetesen, természetesen a polgárőrség felirata ott lesz, ha fém lesz, akkor úgy lesz fölmágnesezve, ha fa, akkor majd ráfestjük. Polgárőr mellénybe fognak vízijártossági papírral rendelkező polgárőr igazolvány. Tehát a törvénynek megfelelően kell nekünk ott is működni, tehát itt az utcán is bárki megállít, polgárőr autóba ülünk, ott kell lenni a polgárőr igazolványnak. A törvény azt is mondja, hogy más haluba elmegyek és polgárőr autóval, nekem oda be kell jelentkeznem. Tehát nincs az, hogy így labanckodunk, hogy elszaladunk öt faluval odébb, és ott terminálkodik a polgárőr. Nem, nem. Nekünk oda be kell jelentkezni a rendőrség felé, és tehát ez szoros. Igaz, hogy ezt a közvélemény nagyon nem tudja, de nagyon kemény feltételek mellett dolgozhatunk mi is. Egy ilyen, hogy motoros csónak és polgárőr, ez mennyire unikum, illetve mennyire van precedens ebben az ország más területén? Az Országos Polgárőr Szövetségnél van egy vízi szakosztály. A Paksi kapitánysághoz a kalocsai rész is tartozik, és a kalocsaiaknál, tehát a Dunának a túlsó felé, Bács megyében már van egy ilyen egyesület. Mi azt szerettük volna, és nagyon rendesek voltak itt a kapitányságról kijött rendőr kollégák, elmondták, hogy milyen feltételekkel, milyen együttműködési megállapodás, és hogy lehet együtt dolgozni. Én azt gondolom, hogy nekik is besegítve, de itt Tolna megyében elsőként a dunaföldváriak szeretnék ezt megcsinálni. Megyei vezetőként van erre rálátás, van-e érdeklődés más Tolna megyei település polgárőrei részéről, hogy beszállnának ebbe? Az, hogy Dunaföldvári Polgárőr Egyesület ezt megcsinálja, ki tudja gazdálkodni. Természetesen példaértékű, ezt a megyei szövetség is fogja egy picivel támogatni. Természetesen, hogyha itt bármely Duna mellett, vagy mármelyik, mit tudom, Sió mellett lévő Sióagárdiak is csinálhatnak ilyet, de hát ott szerintem olyan nagy forgalom, hajóforgalom, vagy vízi jártasság nincsen. Én azt gondolom, hogy ha egyszer ez működik, akkor jönnek majd a többiekről, hogy csináljátok, mint csináljátok. Ilyen szóval szájról szájra, és biztos, hogy fog még őt alakulni. A földvári szervezeten belül ugye van járőrszolgálat, amikor szárazföldön mennek. Hogy épül ebbe be ez a vízi csoport? Én azt gondolom, hogy mindenki tartsa meg a saját területét. Ő azt tudja, hogy hol vannak nagy örvények és forgók, vagy hol van ilyen rejtett tuska, vagy egy ilyen fölülről nem látható kődarab, vagy valami homokkupac. A farkaslacék meg tudják, hogy hol van a tamankó alsó, meg a döglött kút fölső. Tehát mindenki tudja maga a részét, és a mezőrrel menjen a polgárőrautó, ide adott esetben bejönnek a vízirendőrök mellé a mélyeink, a polgárőrök, vagy fordítva a rendőrök ülnek a polgárőr motorcsónakban. Munka megosztás van, tehát a vízen, a szárazföldre mennyire jönnek ki? Elhangzott, hogy a parkba és a partra is kellene. Igen, én azt gondolom, hogy miután van bizonyos törvény, aki mindenkire kell, hogy érvényes legyen, mondjuk kutyasétáltatók. Hát ha jól emlékszem, úgy van a törvény, hogy pórázon és szájkosárral. Hát tisztelt tévénéző, ha lemegy és nézi, hát ott póráz maximum egymás kezét fogó párokon van, a kutya megszaladgál. Egész nagy testű kutyák, és egyikre sincs ráírva, hogy nem vagyok harapós. Azt mindig állítja, hogy nem harap, de ez egy kis gyerekkel lévő család, hát persze, hogy fél. Én azt gondolom, hogy ez még csak még a kisebbik baj, meg a másik az, hogy nem motokrosszozni kellene a hősök terén, hanem hagyni a kocogókat, vagy a pihennivágyókat, vagy az üldögélőket, hagyni őket a park jellegének megfelelően érezzék magukat.
kutyapiszkot nem láttam még, hogy valaki összeszedett volna, szóval valahogy élhetőbbé kéne, olyan családbaráttá, vonzóvá kéne tenni a Dunapartunkat. A szerződés már él, augusztus 20-a közeledik, addigra ez a csoport működik-e már netán csónakkal? Igen, természetesen az augusztus 20-a rendezvényen már a polgárőrség motorcsónakja is, vagy polgárőr feliratú motorcsónak is meg fog jelenni. Kulcsár Szabolcsot, Dunafölvár rendőrparancsnokát aktuális rendőrségi ügyekről kérdeztük. Aktuális rendőrségi ügyekről beszélgetünk Kulcsár Szabolcsal, Dunafölvár rendőrparancsnokával. 3-4 főbb témát fogunk érinteni, kezdjük a bűnüggyel. Itt is egy érdekes téma, buszlopás. Így van. Azzal kezdeném, hogy az elmúlt időszakban is az elrendelt nyomozások gerincét a vagyon elleni bűncselekmény alkották. Kisebb-nagyobb értékre követtek el lopásokat. Az egyik, amelyben berendeltünk, amit említettél, az egy buszlopás lett volna. Igazából nem sikerült eltulajdonítani a járművet. Érdekessége a történetnek az, hogy ittas állapotban próbálták elvinni a buszt, és magyarázatul azzal szolgáltak, hogy fesztiválozni mentek volna, kirándulni magával a busszal. Most a gyors rendőri intézkedésnek, hál' Istennek az lett az eredménye, hogy beismerő vallomás lett, és jelenleg is befejezési szakban van, és az ügyesség bíróság fog ítélkezni. Akkor ez nem egy gyakori dolog, hogy buszt próbálnak meg ellopni? Hát országszerte volt már rá példa, sőt azt mondom, hogy korábban nálunk is volt már mi illetékességi területünkön, amikor elvitték. Abba is meglettek az elkövetők egyébként. Egy másik téma, amelyet az internet hoz, hogy alkalmas ez zsarolásra is, hogy kép felkerüljön, netán ne kerüljön. Miről van pontosan szó? Így van, tehát korunk vívmánya ugye az internet. Nagyon sokan meggondolatlanul különböző dolgokat felraknak különböző közösségi oldalakra. Egyet tisztába kell lenni, ami egyszer fölkerül oda, az örökre ott marad. Tehát az nyom nélkül nem fog eltűnni. Nem olyan régen bele kellett rendelni egy nyomozásba, aminek az volt az apropója, hogy egy hölgyeményről készültek bizonyos intim képek, amelyet bizonyos személyek illegális módon megszereztek, és megzsarolták a hölgyet, illetve a párját a tekintetben, hogy amennyiben nem ellenjavazzák őket, tehát ékszert, illetve készpénzt nem adnak a részére, úgy ezt nyilvánossá fogják tenni. A bejelentés után itt is nagyobb erőkkel kezdeti nyomozásban részt vettünk, és megfogtuk az elkövetőt, aki jelenleg is előzetes letartóztatásban van. Ez elég speciális ügynek tűnik. Ilyenkor speciális alakulat van erre a rendőrségen belül? Hát bizonyos dolgok esetén lehet igényelni speciális alakulatot, de ez nem volt olyan horderejű. Ezt itt saját berkeken belül megoldottuk a bűnügyes kollégákkal. Ezek az ügyek vagyon elleni kísérletek voltak. Személy elleni ügyek vannak-e? Így van. Sajnálatos módon garázdaság testi sértések kapcsán is kellett elrendelni nyomozást. Illetve azt mondanám, hogy visszatekintve a statisztikára, illetve az elmúlt évekre, ha megnézzük, ez a nyári időszak, ez kicsit vonza ezt a dolgot, illetve ebbe a periódusban több ilyen jellegű cselekmény fordul elő. Úgymond a fesztiváloknak, a rendezvényeknek az időszakát éljük, a fiatalok szabadabbak, jobban kimozdulnak, diszkó, különböző rendezvényekre elmennek. Sajnálatos módon sokszor ez alkohollal párosul, vagy esetleg más tudatmódosító szerrel, és itt veszekednek, verekednek, garázdaságot követnek el, és maguk a gyanúsítás, vagy az eljárás során szembesülnek azzal, hogy ez igazából hová vezetett. Ennek a kapcsán föl is hívnám a figyelmét mindenkinek arra, hogy itt a meleg is hozzájárulhat, illetve arra, hogyha ilyen rendezvényen veszünk részt, vagy a hozzánk tartozunk, látjuk, hogy kicsit többet ívott, akkor tegyük meg a kellő lépéseket, mert később ez súlyos büntetőjogi következményekhez vezethet. Egyéb ügyek, Dunaföldvár határáról is értsünk pár szót. Termények betakarítása folyik, az őrzése ilyenkor kiemelt feladat. A rendőrség ezt szem előtt tartja-e? Így van. Tehát nagyon sokan foglalkoznak mezőgazdasággal. Hosszú év alatt ugye küzdelmes munka árán megtermelik azt, amit megtermelnek, és sokszor mások élvezik ennek a hasznát, aratják le a babérokat, illetve az anyagi javait. Itt nem csak mi, hanem a polgárőrség, a mezőőrség is megpróbálunk intenzívebben járni a határt. Betakarítási időszak van.
Itt is több elkövetőt sikerült megfogni bejelentésre, saját észlelésre, akik különböző gyümölcsöket, most volt ugye a bodza szezon, loptak el, és próbáltak eladni vagy értékesíteni. Most nagyon sokszor ez, hogyha egy mód van rá, akkor a helyszínen súlyos ezrekkel, tehát helyszíni bírság formájába kerül szankcionálásra, de egyébként egy tulajdonjogi szabásértési eljárás indul ilyenkor el, és hogyha úgymond az elkövetőnek van már előélete, vagy olyan minősítésű a cselekmény, akár szabásértési őrizet is lehet a vége, tehát magyarul le fogjuk csukni az illetőt. Itt mi a tapasztalat, hogy a gazdák, illetve a tulajdonosok mennyire vigyáznak a holmiukra, tehát megtesznek-e mindent? Hát igazából a tulajdonosok járják a határt, illetve mondottam, hogy a mezőrök, polgárőrök is járják a határt, a nagy gazdák is járják a határt, de nagyon sokszor ez még mindig kevésnek bizonyul. Olyan nincs, hogy mindent állandóan őrizzünk, akik úgymond ilyen irányú mozgást végeznek, vagy úgymond lopni szeretnének a határba, azok úgyis megtalálják a módját, hogy elmenjenek és lopnak. Térjünk át most a közlekedési ügyekre. Van-e valamilyen rendőrségi közelgő akció, amire különösen kellene figyelnünk akár nekünk is? Hát akció az mindig van, mindig megpróbálunk az aktuális közlekedési helynek, illetve gócpontoknak megfelelően jelenni az utakon. Folyamatosan szűrjük a szabálysértőket, szankcionáljuk a szabálysértéseket, illetve mint az előbb említettem, nagyon sok rendezvényünk van, nem csak Dunaföldváron, hanem a környező településeken is. Most nem régen ugye itt volt Kecskeméten a repülőnap, aminek úgymond az ódiumát mi is élveztük a közlekedés kapcsán, mert ugye nagyobb volt a forgalom. Nagyobb feladatokat hárít ránk ez a dolog, de megpróbálunk megfelelni. Említhetném a vásárt is. Itt is az lenne a kérésem, hogy ugye itt van a meleg, nagyobb forgalom, tumultus, sokszor várakozni kell, a parkolás, a várakozási idő az nőhet. Legyünk egy kicsit belátóbbak, illetve legyünk tekintettel másokra is, illetve figyeljünk oda jobban a közlekedés kapcsán. Dunaparti település vagyunk, vízpart, víz. Így van. Nem olyan régen, hál' Istennek, levonult az árvíz. Most, ugye, mint említettem, nyáron a fiatalok is, a gyerekek is mennek, szabadabbak, szabad vizek veszélyeire otthon hívjuk fel a figyelmet. Aki nem tud úszni, azzal olyan menjen, vagy mi felügyeljünk rá, próbáljuk megtanítani. Illetve egy dolgot még említenék ennek a kapcsán, nem csak a szabad vizek, hanem különböző strandok, akár itt nálunk, akár máshol, a vagyonvédelem. Nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy fiatalok, fiatalkorúak, gyerekkorúak, vagy akár felnőttek is úgymond céltáblaként otthagyják az okostelefont, otthagyják a pénztárcát, az iratokat, mindent, és ez óvatlanul is alkalom arra, aki úgymond ezt ki akarja használni, elviszi, eltöntje. És utána, amikor kijövünk a törölközőnkhöz, vagy a lerakott dolgainkhoz, akkor veszük észre, hogy nincs meg. Itt is nem biztos, hogy jó dolog az, hogy elmegy a gyermekünk, vagy a hozzátartozónk mondjuk 3-4 órára strandolni, és elvisz 3-400 ezer forint értékű laptopot, vagy telefont, vagy valamit. Arra az időre inkább hagyjuk otthon, vagy hogyha mód van rá, akkor zárjuk be, és akkor megvan előző maga az eltolnyítás. Az idei esztendőben is komoly érdeklődés kísérte a hagyományos vízicsibe tábort. Beszédes József Vízi Tuda Sportklub vízicsibe tábort tartott. Rova Vincével beszélgetek, a tábor vezetőjével. Mióta vagy tagja ennek az egyesületnek? Az egyesületnek 12 éves korom óta vagyok tagja, ez lassan 25 éve. Először gyerekként még én is, mint az összes többi, élveztem a tábor szolgáltatásait, élményeit, a napfényt, a túrázást. Most arra úgy alakult, hogy én vezetem már ezeket a táborokat. Ez a sportklub, ez dunaföldvári székhelyű, de mintha az az arc nem lenne dunaföldvári. Dunaföldvári volt ez az arc, 6 évvel ezelőttig, akkor költöztem el, de mai napig visszajárok, főleg nyaranta, és itt nyaralunk Dunaföldváron, ahol fel is nőttem régebben. A vízicsibe tábornak ebben a sportklubban belül mi a szerepe? A sportklubnak a szerepe, hogy táborokat szervezzen, és ez az egyik tábora, amit megszervez. Ez az egyetlen
nagy tábor igazából, ahol nagy létszámmal sokan veszünk egyszerre részt, legfőképpen gyerekek. Vannak kisebb táboraink, ahol inkább az idősebbek vesznek részt. Ez a teljes létszám, ez mit jelent azon belül, hogy a magának az egyesületnek mekkora létszáma, és ezen belül hányan vettek részt a táborban? Magában a táborban 28 gyermek és 23 kísérő felnőtt szülő vagy ide látogató régi tag vett részt. Nagyon örülünk annak, hogy olyan felnőttek is ellátogattak hozzánk, akik gyerekként itt velünk együtt táboroztak és nőttek fel. Visszajáró vendégként köszöntetjük őket. Hagyományos táborról van szó, hagyományos a program is? A tábor most már hagyományosnak mondható, mert ez már a sokadik gyakorlatilag. Nem mi kezdtük, hanem még a régebbi táborvezetők, és 2011-ben ők úgy döntöttek, hogy átadják az utánpótlásnak a táborvezetését. Így kerültünk mi a képbe. És mi volt a program? Program, csütörtökön érkeztünk délelőtt, ebéddel, illetve aki korán jött, őt már reggelivel vártuk. Majd ebéd után áteveztünk a híd alá, a Duna bal partjára, ahol egy szép hatalmas sóderhegyet mászhattak meg a gyermekek, persze felnőtt felügyelete mellett. Onnan pedig egy gyalogtúra keretében érkeztünk vissza ide a tábor helyszínére. Pénteki napon pedig egy hosszú túrára indultunk, már délelőtt, leveztünk egészen Hartáig, útközben egy hosszabb solti megállóval, és ott fogyasztottuk el az ebédünket is. Szombati napon már készültünk az esti tábortűzre, illetve avatásra, így akkor egy rövidebb túrá vettünk részt, Kisapostagról eveztünk le egészen Dunaföldvárig, majd este a hagyományos tábortűz, illetve az újoncok avatása már a kisikeres vizsgát tett az övé. Vasárnap délelőtti napon többnyire szabad foglalkozás, csúszdázás, csúszkálás, délután, ebéd után pedig táborbontás. Elhangzott, hogy újoncok avatása mennyiben sikeres vizsgát tett, miféle vizsgát? Elméleti és gyakorlati vizsgát is kell tenniük. Elméletből idén hajózási szabályzatból kellett számot tenniük. Természetesen előtte oktattuk őket többször több csoportban. A gyakorlati vizsgát pedig itt magán a Dunán teszik meg. Tanulnak evezni, az idősebbek kormányozni, az első evezős feladatait megtanulják, és tulajdonképpen a Kisapostagról Dunaföldvárra túránk volt maga a gyakorlati vizsga is. Ott a kormányosok folyamatosan figyelték az összes evezőst, és a végén értékelték őket, persze szigorúan titokban, mert csak a tábortűzén derülhetett ki, hogy kinek sikerült a vizsgája. Aki vizsgát tesz, az papírt, bizonyítványt kap. Mire jogosítja ez a levizsgázottat? Ezzel a bizonyítvánnyal igazolhatja, hogy az egyesületünkön belül hajósinas, evezős, csákjás vagy kormányos vizsgát tett, és a későbbi túrák evezések során ennek megfelelően foglalhat helyet a kenuban. Értelemszerűen csak kormányos vizsgával irányíthatja a kenut, hiszen ott a legénységért is ő maga felel. A csákjás vizsga szükséges ahhoz, hogy első evezős legyen, hiszen hozzáigazodik a többi evezős, illetve az ő felelőssége, hogy kikötéskor vagy ellenüléskor a kenus és a személy és biztonságosan haladhasson a Dunán. Ez a jogosítvány, ez csak szigorúan az egyesületen belül érvényes, hogy azon túl is netán országos, nemzetközi jellegű? Nem hivatalos igazolvány, elvileg csak az egyesületünkön belül fogadható el, viszont a magyar-dunai vizitúrások egyesületei egymásét általában elfogadják. Az ilyen csapatok, mint mi is vagyunk, általában szoros kapcsolatot épít, ápolnak egymással, és elismerjük egymás tudását, képességeit, kvalitásait. Egy kívülálló számára talán nem ismert az, hogy miféle papírral kell rendelkezni, hogy csak kenuval a Dunára merészkedünk. Itt ugye a táborvezetésről volt szó, táborról volt szó, kell valamilyen víziártassági papír mondjuk a vezetőnek? A csónakvezetőjének sajnos jelenlegi jogszabályok szerint nem kell semmilyen igazolványra rendelkezni, elegendő az, ha úszni tud és ismeri a hajózási szabályzatot, bár senki nem kéri rajta számon. Aki viszont nálunk tanul megevezni, az elsajátíthatja ezt a tudást, az elmélet és a gyakorlati részét egyaránt, és egészen biztos vagyok benne, hogy biztonsággal fog közlekedni a Dunán. Elhangzott, hogy közel 30 gyerek vett részt ebben a táborban, korosztály? A legfiatalabbunk másfél éves volt, a legidősebb táborlakunk pedig már nyugdíjas. Mint minden rendezvénynek, nyilván ennek is volt költségvetése, pénzt kellett előteremteni. Volt-e, és ha volt, honnan? A költségvetés egy kisebb részét adta a részvételi költség, amit a táborlakóknak kellett megfizetni, de szerencsére nagyon sok támogatót tudtunk megfűzni arról, hogy az elképzeléseinket és a gyermekek táboroztatását segítse. Így módon nagyon sok természetbeni adományt, gyümölcsöket, zöldségeket, pékárút kaptunk, illetve
volt, akitől lehetőséget. Nem sorolnám fel a támogatóinkat név szerint, mert nem szeretné senkit sem kifelejteni, de mindenkinek ezúton is nagyon szeretnék megköszönni a segítségét. Árvízi talán vagyunk bőségesen, hiszen jóval kisebb most már a víz, mint hajdan volt. Milyen a vízminőség? Ránézésre nagyon jó. Szúnyogok még egy picit sokan vannak az árvíz után, bár lényegesen kevesebb, mint közvetlenül az elvonulás után. A víz nagyon kellemes és élvezhető. Orva Vincének, mint táborvezetőnek a tapasztalat alapján jövőre lesz ilyen tábor, vagy nem? És ha igen, akkor milyen szerepet vállal ebben? Mindenképpen lesz tábor, és persze kell ezelőtt az is eldölt, hogy szintén táborvezető minőségben fogok részt venni benne. Vajai Zsuzsanna már régóta tagja ennek a sportklubnak, vízicsi, de a táborban sem először vesz részt. Mi a tapasztalat? Szerencsére az idén nagyon jó tapasztalataink vannak, nagyon fejlettek a gyerekek, vannak újoncaink is, de nagyon szépen veszik az akadályokat, és nagyon ügyesek, nagyon tanulékonyak. Vannak régi vízicsibés tagjaink, őrájuk szerencsére sokat számíthatunk, nagyon sokat segítenek nekünk, csoportmunkát is, abban is nagyon jók, segítenek nekünk, és érzik szerintem ők is, hogy reméljük egyszer az utódaink lesznek. Személy szerint te mióta csinálod ezt? 5 éve. De magában a táborban már gyerekkorod óta? Táborban a gyerekkorom óta, igaz, mi nagy túrákat csináltunk, mi messzebbre elhajóztunk, sajnos itt, mivel kicsikről van szó, itt csak rövid távokról tudunk. Tervben ilyen nagy túra a jövőben? Hát, nagyokkal. Ha lesz is, akkor csak nagyokkal szeretnénk. Elhangzott, hogy nagyon fejlettek. Ez mit jelent vízitúrás szemszögből? Nagyon fel vannak készülve a Dunára, és szerencsére szeretik és tisztelik, és látszik rajtuk. És nagyon összekapaszkodó egy csapat, és szeretik egymást, fogják, és védik, és minden nagyon jó. Tapasztalt a dunai emberként, milyen a vízminőség? Én az idén nagyon meg vagyok vele elégedve. Nagyon jó a vízállás. Itt-ott azért van, ahol sekélyesebb, van, ahol a Duna közepén még térdig ér, de nagyon jó. Váradi Júlia a második táborvezető helyettes. Mióta foglalkozik vízitúrával? Én 12 éves korom óta csinálom ezt, úgyhogy most már több mint 20 éve. Jócskán. Az idei milyen lett? Az idei? Hát túl nagy létszámmal indultunk, és nagyobb létszámmal indultunk, mint számítottuk, de én úgy érzem, hogy sikerült. Tehát ezt a pozitív visszajelzést kaptam minden táborlakótól és újaktól, akik jöttek, és azt mondták, hogy meg vannak elégedve vele, örültek, hogy a gyerekek el voltak, nem volt probléma, senki nem sérült meg, úgyhogy élvezték. Táborvezető helyettesként mi volt a feladat? Rengeteg minden. Végül is én voltam az anyagi része a dolognak, én szerveztem a gyerekek egy részét, a papírok begyűjtését, a pénz begyűjtését, és akkor én adtam a számlákra ki a pénzeket, úgyhogy is ez a főbb feladat. Erős 4 nap volt, melyik a legszebb pillanat? Húristen! Hát nekem a legjobban most a kisapostak tetszett. Tehát amikor ott voltunk, jött 2 gyönyörű szép nagy utca, vagy hajó, tehát kiránduló hajó, a hullámokat meg tudtuk mutatni a gyerekeknek, hogyha kicsap a hullám, hogy beviheti a hajókat, tehát egy kicsit be kell őket tolni, nem szabad a kövön hagyni, és az egy nagy élmény volt mindenkinek, a gyerekeknek is, nekünk is. Világbajnok horgászt látott vendégül a Dunaföldvári Sporthorgász Egyesület. A Dunaföldvári Sporthorgászok igen illusztris vendéget láthattak vendégül, egy világbajnokot. Hogyan került ő ide? Hát igen, az idei évben már nem az első vendégünk volt, aki a Kisdunára eljött. Most Erdei Attila, féderhorgász, ilyen könnyű szerelékes fenekező horgászatnak a világbajnoka volt a vendégünk, és Nikli Béla horgásztársunknak a segítségével, akinek ezúton is szeretném megköszönni. Ő neki volt meg a kapcsolata hozzá, hogy Dunaföldváron egy ilyen próbahorgászatot leszervezzen az Attilával. A világbajnokság ez édesvízi vagy tengervízi? A horgászoknak a világbajnoksága, amin a magyarok is indulnak, ez édesvízi világbajnokság szokott lenni. Minden évben több kategóriában meghirdetik. Van az úgynevezett Nemzetek Klubcsapat világbajnoksága, amin az országban a bajnokcsapatok indulnak. Aztán van a horgászvilágjátékok, itt többféle korosztály, gyerekek, felnőttek, nők indulnak, és vannak különböző kategóriák pergetésben, legyező horgászatban és ebben az úgynevezett féder horgászatban, ami egyre népszerűbb az elmúlt 10-15 évben, és egyre eredményesebb is. Világbajnokságot milyen gyakran szerveznek, és a helyszín? Minden évben. A tavalyi évben lett az Attila világbajnok Hollandiában.
Az idei évben Dél-Afrikában rendezik a világbajnokságot, ahol korábban már női világbajnokságot rendeztek. Hogy lehet oda kijutni, netán egy földvári kijuthatna? Hát Dunaföldvári nem, mivel a mi versenycsapatunk nem olyan erős, hiszen mi csak megyei osztályban szerepelünk, de hogyha esetleg a jövőben lenne olyan tehetséges horgászunk, aki az országos válogató versenyeken elindul, és ott a válogatott kerettagságot megszerzi, és olyan eredményeket ér el, hogy a szövetségi kapitány kinevezi, akkor ki lehet jutni, igen. Csak egy ilyen logikus fülszámára mit kéne hozzá letenni az asztalra, hogy kijusson valaki? Hát elsőre egy 7 számjegyű összeget legalább éves szinten, de akár 8 számjegyűt is felszerelésekben, csaliban, gépjárműben, üzemanyagban, és hát rengeteg időt, ami ugye ezek a horgászok már profik, és legtöbbször munka mellett, vagy saját vállalkozás, horgászbolt, vagy csali üzem mellett versenyeznek, és próbálják ezt is szponzorálni, hiszen meg is kell élniük valamiből. Tehát rengeteg pénzt, időt és energiát, és hát egy óriási szaktudást, elhivatottságot. Az, hogy magyar lett a világbajnok, ez mennyire gyakori? Milyenek a magyarok a nemzetközi mezőnyben? Hát a magyar horgászverseny sport a nemzetközi szinten is elismert. Ugye az angolokkal, franciákkal, belgákkal anyagilag nem tudjuk ugyan fölvenni a versenyt, de szakértelemben, hozzáállásban és a lelkesedésben felérünk ezek mellé, az európai csapatok mellé, és szinte éves szinten hódítanak el a magyar különböző csapatok világbajnokságokat. Egyéniben és csapatban is volt könnyű szerelékes, finom szerelékes világbajnok az elmúlt években. Rendszeresen dobogón végeznek a csapatok, a klubcsapat VB-n az idei évben második lett a magyar csapat, tehát azt gondolom, hogy Európa és a világ élén vagyunk. A Földvárra látogató világbajnok pedig egy bemutató horgászatot tartott. Mit értsünk ez alatt? Így van. Az egyik neves horgász etetőanyaggyártó cégnek a szponzorált versenyzője, és ingyenes bemutatókat tartanak Magyarország szerte, ahol ezt a fajta horgászatot és a felszereléseket népszerűsítik. Itt egy majdnem egész napos horgászatot tartott a Kisdunán. Látszott is, hogy profi egyébként, hiszen néhány percen belül egy 5 kilós pontyot fogott, ami azért egy szép fogásnak számít, és hát egész nap gyönyörű szebb nézze, halakat, pontyokat, dévéreket, combókat fogtak. Nagyon tetszett nekik a horgászvíz, és hát nagyon tetszett az, hogy elég sok Dunaföldvár és környékbeli horgász megjelent, és végignézte azt a tűző nap ellenére, hogy ők hogyan horgásznak, hogyan, hiszen a társával volt itt, hogyan tartanak bemutatót a halfogásból, és hát kaptunk egy ígéretet, hogy szeptemberben valószínűleg visszajön, és esetleg valamelyik országos napilapban is ír cikket a vízünkről. Vannak itt ilyen laikus legendák, amely szerint azt tud igazán jó halat fogni, aki ismeri a terepet, tudja, hogy merre van a hal. Megdőlt-e szerint, hogyha egy vadidegen ember itt 5 kilós halat fog ki egyből? Nem dőlt meg, hiszen mondhatnám viccesen, hogy a rutin meg az évek azok kijöttek, hiszen lejött egy horgászvízre, ahol elmondtuk körülbelül a mederviszonyokat és a lehetőségeket, és ő azonnal tudta, hogy mit, hova, hogyan érdemes, profi felszerelésekkel, de természetesen a helyismeret nagyon fontos, és ami az egyik legfontosabb a horgászatban, hogy legyen valakinek ideje lejárni, hiszen az fog halat igazán, aki kint tud lenni, figyeli a helyet, figyeli a vizet, figyeli az életet a természetben. Ez ugyanúgy a horgászatra is igaz, ahogy a vadászatra. Egy olyan földvárnak, akinek igen komoly felszerelése van, az ő komoly felszerelése mennyire komoly egy ilyen versenyzőhöz képest? Hát azt gondolom, hogy igazából mindenkinek a pénztárcája szab határt a horgászatban, hiszen az olcsótól pár ezer forintostól a több százezer forintos orsókig, botokig lehet felszereléseket választani. Azt gondolom, hogy egy horgásznak, ha sikeres akar lenni, nem kell rögtön egy versenyhorgász szintjét elérő felszerelést, de hasonló minőségű horgászbotokat, orsókat itt a dunaföldvári üzletekben is lehet kapni, és hát veszik is a horgászok, hiszen ez a hobbiuk, ez az életük. Elhangzott, hogy már korábban is volt ilyen illusztris vendég, legközelebb ki lesz? Legközelebb még nem tudjuk, valószínűleg valami hasonló könnyű szerelékes horgászt szeretnénk meghívni, hiszen rablóhalhorgászunk Hunyadi Attila és Bokor Károly személyében már volt. A télen szeretnénk ismét egy előadást szervezni, ahova valamelyik neves horgászversenyzőnket hívjuk majd el. Kis Lajos, mint tapasztalt horgász, egy ilyen bemutató után még tapasztaltabb? Mi a vélemény? Az az igazság, hogy ez nem igazán az én módszerem. Egy nagyon jó és nagyon profi módszer ez a féderbotos horgászat, ezt ugye a horgászok tudják igazán, de én csónakból szeretem belógatni a pecámat, magam mellé az úszót, és amikor az emelkedik, én nekem az az igazi horgászat, vagy egy pergetés este a Nagy-Dunán, vagy itt a Kis-Dunán egy rablóhalas horgászat, de azt gondolom, hogy ezek a modern, finomszerelékes horgászatok, ezek igenis a jövő, és bebizonyította, hogy gyönyörű, szép és sok halat lehet vele fogni.
internetes oldalunkon bármikor megtekinthetik eheti műsorunkat. A kábeltelevízión péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától ismételjük adásunkat. Friss anyaggal egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!